Szeretettel köszöntök mindenkit, nagyon szépen köszönöm a meghívást, vagy köszönjük a meghívást. Engedjétek meg, hogy egy megjegyzéssel kezdjem. Nagyon sok helyre hívnak minket előadni, engem is előadni. Nagyon sok rendezvényen voltunk az utóbbi időben. Mégis az nagyon jellemző, hogy mindig az utoljára szólalunk fel, vagy szólalhatunk fel. Az biztos, hogy nem az ABC sorrendnek köszönhető ez az utolsó felszólalás, de az biztos, hogy ez folyamatos és jelenlévő. Hogy visszatérve a kérdéshez, mi azt gondoljuk, hogy minden ember egyformán ember, gyerekek vannak, minden gyerek egyformán gyerek, maximum a támogatás mértéke, amit igényelnek, az különböző. És hogyha ezt vesszük alapul, amit mi alapul szeretnénk venni, akkor az is elmondható, hogy családok vannak, ahogyan az előző előadásokban is hallható, és hogy az én előadásomból is látszik, nagyon sokszínű családok, ami tök szuper, hogy Magyarországon is sokszínű családok vannak. De ami minden családra jellemző kell, hogy legyen, hogy akadálymentesen élhessen. Ebben az akadálymentességben itt evidenciaként szeretnénk kezelni az akadálymentességet, ami azt is jelentenie kellett volna, hogyha én mondjuk ide bejövök a kisfiammal, akkor ne egy jó szándékú munkatárs 10 perces munkája legyen, hogy mi ide bejöhessünk, hanem ugyanúgy bejöhessünk, mint ahogy más gyerek, aki ide bejött. És nagyon fontos lenne, mindenhová ugyanígy eljuthassunk. És nagyon fontos lenne az akadálymentesség az élet minden területén, egyenlő hozzáférés az élethez, ami azt jelenti, hogy például az oktatáshoz. Ha a címkézés szerint halmozottan, súlyosan halmozottan sérülő gyerekeket nézünk, akkor csupán az egyharmaduk járhat ma iskolába, és azoknak is a nagy része magántanuló, otthon vannak, tehát nincsenek számukra intézmények. Szegregáltan tanulhatnak csak, tehát eleve már a társadalom alapvetően rögtön kiveti magából őket, vagy így félreteszi, elkülöníti, ami megint érthetetlen, hiszen már a szomszédban is inkluzívan tanulhatnak a gyerekek. Éppen ezért van az, hogy nagyon sok anyuka, nagyon sok szülő otthon ápolja a gyerekét, vagy például idős, ahogy az Anikó is utaltá, idős hozzátartozóját. És engedjétek meg, hogy egy konkrét példát mondjak, ami most egyébként a mi ügyünk, és ez egy kicsit a reklám helye, az ahang.hu-n lehet egyébként aláírni. Magyarországon jelenleg 45 ezer ember ápolja otthon a tartósan beteg hozzátartozóját, vagy súlyosan halmozottan fogyatékos hozzátartozóját, és ezért a 24 órás munkáért egy úgynevezett segélyt kap akár 30-40 éven keresztül. A segély az azt jelenti, hogy ha megbetegszik az ápoló, akkor utána 45 napon keresztül van csak ingyenes egészségügyi ellátása. Aztán ez megszűnik, és azt is jelenti, hogy az ápolt nem választhatja meg azt, hogy ki az, aki őt ápolja. Ez a segély, ez havonta 29 és 52 ezer forint között mozog, amit kaphat az ápoló, ami azt jelenti például az én esetemben, hogy az emelt családi pótlékkal együtt 75 ezer forintot kaphatnék, hogyha nem dolgoznék egyébként mellette, de nagyon sok szülőtársam egyébként nem tud dolgozni, hanem otthon van, sőt a 99,9%-uk otthon van, és ebből a 75.800 forintból kellene, hogy megéljenek ketten, ami egyébként lehetetlen, és mi azt szeretnénk, hogy ismerjék el azt, hogy az ápolás az munka, amit egyébként már Romániában is elismernek, és 110 ezer forintot kap érte, ha mondta a foglalkoztatásban lévő gondozó, és legalább a minimálbér járjon ezért. Úgyhogy azt szeretném kérni tőletek, hogy ez a hang.hu, írjátok alá ezt a petíciót legalább, és gondolkozzunk közösen azon, hogy minden ember egyformán ember, és segítsetek abban, hogy akadálymentesen élhessenek a családok. Nem elbagatelizálni akarom, hogy utolsónak szólaltatok meg, megértem a kritikát. Én azt tenném utolsónak, aki a legérdekesebb. Na, akkor itt maradnak rá a nézők. Most én csak mondtam, hogy ne érezni magam. De azt mondod, hogy tehát az lenne a megoldás, hogy legalább a minimálbér járjon annak, aki azt az utat járja, hogy 24 órában ápol valakit. A minimálbér lenne a megoldás? Azt elmondjuk, hogy ez egy kényszer dolog. Pontosan azért, mert Magyarországon jelenleg csak a rokonnal ápolhatja. Tehát, hogy jelenleg például nincsen az, hogy mondjuk ápol, tehát nincsen egy gondozószolgálat például a gyermekek esetében. És ezért van az például, hogy mondjuk a szülők azok sokkal magasabban, az édesanyák jobbára sokkal magasabban iskolázottak egyébként.
Mi azért gondoljuk a minimálbért, mert így is az 50 ezer forinthoz képest ez az 50 ezer, tehát a jóval több mint 50 ezer forint, és legalább ezt szeretnék megkapni, ezért egyébként majdnem 5 éve dolgozunk, és minden évben a lobbizásonak köszönhetően 5%-kal emelkedik az ápolási segély, de mi azt gondoljuk, hogy ez most már tarthatatlan állapot, és hogy ezen igenis is változtatni kell. Egyébként így visszatérve a születéshez, hogy csak egy érdekes adat, hogy kiszámolták kutatók azt, hogy egy édesanyának mennyit kellene kapnia azért, hogy ösztönözve legyen. Ezt nem tudom, hogy elhangzott egy, mert később értünk ide, 260 valahány ezer forintot kellene kapnia ahhoz, amennyibe szerintük ma kerül egy születendő baba gondozása. Ez volt már erről szó? Nem, így is, nem hallottam. És hogy azt mondták, hogy ezt mindenféleképpen meg kellene, hogy kapjon, mert akkor karrier lenne az édesanyának az, hogy szüljön gyereket, mert ez egy 24 órás figyelem, és hogy ezt egy éven keresztül kellene folytatni, és azt figyelni, hogy tulajdonképpen, hogy a baba irányíthassa. És egyébként mi, akik otthon ápoljuk a gyerekünket, azok ugyanezt csináljuk akár 20-30 éven keresztül. Tehát ez a 260, ez nekünk is járhatna, úgyhogy én ezért nagyon támogatom ezt a dolgot. Még egyet azért engedj meg, hogy ezen túl, mondjuk mi az, ami segítséget elfogadsz, vagy jó lesne, vagy szóval mi az, amivel még mások tudnak segíteni nektek? Mert amiről most beszélünk, hát ez egy döntés, az vagy megszületik, vagy nem. Mi például szeretnénk most elindítani az első ilyen inkluzív iskolát Magyarországon, ahol egy súlyosan halmozottan sérülő gyerek is együtt járhasson a társaival. Ez a holnap iskolája tanuló csoport, ami reményeink szerint szeptemberben fog indulni, vagy hát biztosan elindul, és például ennek ezt is lehet támogatni. Tehát például ilyeneket, hogy aláírják ezeket a dolgokat, meg az, hogy egyáltalán evidenciaként, amikor az első rehabkritikálmást szerveztük, akkor mi azt szerettük volna, hogy arra biztatni az embereket, hogy senki nem menjen be egy olyan kocsmába, hova egyébként a kerekesszékes barátja nem tudna bemenni. És hogy ez még nem cool Magyarországon, de nagyon jó lenne, hogyha ez egyébként ez egy ilyen cool felfogás lenne, és hogy tényleg úgy kezelnék, hogy ha nem lehet bemenni, akkor én nem megyek oda be. Uh-huh. Hát például ezzel. Köszönöm szépen.